különféle programokkal várták szombaton a Kossuth térre azokat az érdeklődőket, akik kíváncsiak voltak a vidék fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekre. Az a rendezvénysorozat címe, hogy Virágzó vidék, és hát nyilván nekem különleges érzés 60-iként itt jelen lenni, hiszen hogyha szétnézzünk, nem csak a vidék virágzik, hanem a város is. Tehát akármerre megyünk, gyönyörű virágok, és fejlődik az egész város. Azt gondolom, hogy időről időre számot kell vetni, hogy hol tartunk, és ideje van néha az ünneplésnek is. Van egy csomó eredmény, amit érdemes számba venni, olyan fejlesztések, amit azért érdemes megismerni, mert jó gyakorlatot jelenthetnek. Családjaikkal látogattak ki a legtöbben, hiszen nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is kedveztek programokkal a szervezők. Játszóház és kézműves foglalkozások is várták a fiatalokat, ahol különféle technikákkal készíthettek meglepetést a szüleiknek. A rócsó keretén belül hazai termelők települtek ki a polgármesteri hivatal elé, hogy bemutathassák minőségi termékeiket. Finomabbnál finomabb borok, sajtok és szörpök sorakoztak a standokon, felhívva a figyelmet a hazai termékek készítésének fontosságára. A 60-i virágzó vidékünk állomás az észak-magyarországi régió fejlesztéseivel kapcsolatos változtatásokat mutatta be. Az agrár és vidékfejlesztési célokra a 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban mintegy 1300 milliárd forint forrás áll Magyarország rendelkezésére. Abból az összességében 220 ezer sikeres támogatást elnyerőből bizony több tízezer ebben a régióban van. És ha jobban szétnézünk, hiszen ez egy nagyon változatos terület, itt maga Heves megye is egy kicsit leképezi az országot, hiszen hegyekkel, szőlővidékekkel, legelőkkel, meg szántókkal együtt minden itt van egy kicsiben. Én azt látom a magam részéről, nagyon sok olyan vállalkozásnál fordultam meg jó magam is, akik olcsóbban, jobb minőséget tudnak előállítani, adott esetben így több embert képesek foglalkoztatni. A vidék fejlesztésével kapcsolatos pályázatok közül Heves megye mintegy 7200-at nyert el, melyek segítségével nagyot lendítettek a megye életén. Akadtak, akik templom felújítására költötték, vagy a turizmusba fektették a pénzt, de akadtak olyanok is, akik a bor készítéséhez szükséges gépek beszerzésébe forgatták a támogatást. Az egész vidékfejlesztés, az, ha nézzük végig a terület alapú támogatástól kezdve, a különböző pályázatokon keresztül, a magyar vidék nagyrészt ebből él. Azok a támogatások, amik jönnek a szőlőhöz, a gyümölcshöz, vagy a szántóföldi termesztéshez, vagy az állattenyésztés most, ami a bővítés előtt áll, tehát megint növekszik az állatállományunk, a szarvasmarha állomány egy dolog, ezek mind ezekből a forrásokból jönnek létre. A Darányi Ignác terv kiemelt célkitűzései közé tartozik a vidék foglalkoztatási erejének, valamint a magyar mezőgazdaság versenyképességének növelése annak érdekében, hogy minél több és jobb minőségű élelmiszert állítsanak elő a magyar termelők. A programot bemutató 7 állomásos rócsó 60-i állomásán az Urák Csaba volt a házigazda, aki nagy örömmel konferálta fel a nap előadóit, többek között a 60-kodók néptánc együttest, akik előadásukkal megalapozták a jó hangulatot. A nyitó beszédek után, ahol felszólalt többek között dr. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár is, a sztárfellépő következett Kocsis Tibor személyében, aki a 2011-es X-faktor győztese volt. Mindig ilyenkor felmérem a helyzetet, és megnézem azt, hogy nagyjából milyen közönségre lehet számítani, és milyen közegre. Nagyon szép egyébként itt a hely, ahol vagyunk, és nagyon élvezem egyébként ezt a roadshow-t is. Az énekes azt is hozzátette, hogy mindig szeret visszatérni Heves megyébe, hiszen itt töltötte főiskolai éveit. Garantáltan jól érezték magukat, akik kilátogattak a virágzó vidékünk rócsóra, melynek következő állomása Hódmezővásárhelyen lesz, ahol a délalföldi régió fejlesztésről hallhatnak az érdeklődők.